Elindult a felvétel, sziasztok, jó reggelt, kedves emberek, egy kis stúdióváltásja, itt vagyok a sarokban, mint a száműzte, nem ám. Hallá, sokan feliratkoztak, mondom, önreklámot csinálok, megnézzük, hogy tényleg hányan iratkoznak fel a Gameplay csatornára, mely már felvettem. Mennyit? Még ma lesz egy honfoglaló, holnap meg egy pengekvíz, meg American Truck Simulator, csak azt nem tudom, azt a 40 percet egybe feltöltsem, vagy több részt szedjem, 20-20 percre, 20-21, hát közel 40 percre, azért nem rossz, és majdnem végig beszéltem. 770-80 van a fő csatorna, 124-en vagyunk a mellékcsatornán, ami nem rossz. Folyamatosan növekszünk, nézettség, nézzük meg. Saját csatorna, 921-en néznek. Nagyon jó. Isten vagyok. Ez napi már elérte az utóbbi három videóhoz ezzel a megtekintést per nap. Ez nem rossz. Egyre többen rám találnak. Köszönöm szépen. Hát ennyi. Ezt kell nézni. Jó. Hogy a felvétel megy. Úgyhogy komolyan fogom venni a dolgokat a YouTube-on. Ja, mit akartam? Már sem. Nagyon meleg van. Egy kis bejelentkezés, hogy élek. Nem ám. Majd több téma lesz, holnap utánra lesz videó, aztán ha sikerül a meló, akkor nem tudom, hogy lesz, lehet, hogy később töltögetek fel videót, vagy csak két naponta egyet. Nem tudom, hogy beszéltem arról, hogy milyen zenéket hallgattam, meg régen miket hallgattam, meg most, meg hogy milyen filmeket néztem régen, vagy miket nem. Szerintem nem beszéltem minden, majd összeszedem a gondolataimat, és akkor holnap csinálok videót erről. Hát nem lesz hosszú életű videó, nem sok minden. Akár most is elmondhatnám, de csak bejelentkezek, hogy élek. Legyen már is videó, mert már ma favágás lesz. Elkezdjük a fát felvágni, nem mindegy. És el fogok fárni rendesen. Munkanézőbe holnap megyek, úgyhogy lesz dolgom ma héten. Kamera nagyon jól működik. 2 óra alatt úgy föltölt, hogy csak na, levettem a töltőről. Már reggel 5 óra óta fönn vagyok, hát most tudok videózgatni, mert olyan idő van, hogy lehet. Jöjjön már egy hideg front. Nem a meleggel van baj, de hogy is nem, te hülye gyerek. Oké, tökéletes. Beizítjük a hófoglalót. Aztán nekiállunk videózgatni. Hát olyan 10 percesek lesznek. Többet nem akarok a Gameplay csatornámra egyelőre, azért sokan megnézzék. Hát gondoltam, ma azért csinálom ezt, mert 9-13 perc gameplayek, meg honfoglaló, meg mondom, egyszerűbb játékok. Nem akarom azért azt se túlzásba vinni, mert ugye a meló lesz, akkor én nem tudom, hogy csinálom a kettőt az egybe. Valamelyiket el kell hanyagolnom, és azt nem szeretném, és akkor előre fogok gyártani videókat. Tudom, egy 10-15-öt így tartalékból, mi legyen. Legyen mit nézni. Ja, nem is erről akartam beszélni, hanem nézzük majd meg a videókat. Tesz is videók. Az internet menne rendesen. Na. Meg akarom nézni, a pamputyáiknak sikerült a
paródiájukat visszatenni, pam, kutya. Én azt nem értem, ez nagyon volt, Titan Despacito. Jó, ma valaki visszarakta a törölt videót. Jó. Ők még nem tudták, nézzük a Facebook oldalt, de én azt nem értem, emberek, hogy 4 hétig föl van egy videó. Na igen, itt a Despacito paródiát az éjjel letiltott a YouTube, pontosan egy külföldi zenei kiadó. Dolgozunk rajta, hogy minél hamarabb visszakerüljön egy, és újra meg lehessen nézni. Reméljük néhány napon belül megoldódik. Hát, eddig is kedveltem pamputyáikat, de most igazán ez a szám, ez nagyon tetszett. Ha 1000-szer nem hallgattam meg, akkor egyszer se. Én nem értem ezeket a kiadókat, a 14 milliós nézettsége van. Külföldi kiadó. Mert hasonlít a számlál. Ez a YouTube is katasztrófa. Jaj, nagyon szeretem ezt a számot tőlük, a pankutyától. De már visszatöltötték, úgy látom. Megnézték 6000-en. És azt még nem törölt el a YouTube. Mi van? Mondom, én nem merem föltölteni, mert hátra letírt a YouTube. Na, ezt nem szeretném. Hát nincs rajt. Én nem nagyon szoktam számokat kedvelni, mert minden együtteseket, de azért ez a pankutya formáció azért üt. Főleg ez a számom. Nagyon szerettem a dolgokat. Na most keresem a... Nem az, ha 4 hete fönn van a YouTube-on, és 14 millióan lassan megnézték. Én is mondom 1000-szer, hanem tényleg tök jó, ennyi át is tárgya. Lehet, hogy jövőre sem hallgatnám, és letörlik szegényeknek, mikor sokat dolgoznak vele. Mi ez? Respekt, pamkutya, szorítok értetek. Azt tudjátok, hogy ki vagyok, de mindegy. Remélem, hogy visszakerül a videótok. Paródia a videótok, hát egyikből se lett baj, csak ebből a Despacitóból, érted? Minden más cucc fönn van. Jó, van 8 perce megy. Így is jó, nem? Ha nem kapcsolok villanyt, így is jó, tökéletes. Majd beszélek a kameráról, mert kaptam e-mailt, hogy ő is szeretne egy ilyen kamerát, hogy milyen véleményem, hát már egy hete azért nálam van, minden nap használom. Túrázásra is, meg vlogolásra is. Ezek a felvételek nyersen kerülnek fel. A kerékpártúrás videó, ami utoljára készült, nagyjából azért most elfogadható felújítások után. Ő is nyersen került fel YouTube-ra. Csak Freemaker-re szerkesztettem. Szorítsunk papkutyáért, jó? Én nem szeretek senkinek se nyalizni, de azért ez a Despacito paródia nekem bejött. Tehát azért a magyarok tudnak azért paródiákat csinálni, jobb lefordítani, még így hobby szinten is, és letírtja a YouTube. Nem tetszik neki, és akkor 14 millió megtekintés, és nem, na mindegy. Na, sziasztok, gyerekek! Valami még legyen? Ne legyen? Ja, úgyhogy tényleg legyen valami. Mert ránk jár a rút. Na, ki nézzük, kitöltött fel videót. Hol megkezdődé? Nagyon nem érdekel. Krisztián is. Milyen visszanézem ezeket, jó mondjuk ráérek. Bartos is föltöltött egy videót. Krisztián is sokat töltött föl, jó, lesz mit akkor nézegetni. Még valaki? Más nem, jó, az megnézem. Hát akkor ennyi lett volna, gyerekek, várjuk meg a 10 percet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sziasztok, legyetek jók!
Tudom, egy rövid videó volt, na. Hát nincs téma, a kerékpártúra lesz a héten, mert úgy néz ki, hétvégén hidegfront jön, csütörtök péntek tájékán meg túrázni. Na jó van, sziasztok, legyetek jók, de ez is csak terv. Felszereljük a... Még sikerült felszkálválnom. A Sonynak, ugye a... Mondd már meg kiegészítő kerékpára, kiegészítő, hogy tartóját. Na, jó van, sok lesz belőlem. Szevasztok, hányszor köszönsz el, te hülye gyerek?